Az autókon lévő horpadások emlékeztetnek leginkább arra a diónyi jégre, amely igen rövid idő alatt zúdult Nagyecsed városára. Az esetek nagy részében a házak tetőszerkezetét rongálta meg a hirtelen lezúduló jégeső. Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere arról nyilatkozott, hol tartanak most a helyreállítási munkálatok és finanszírozás tekintetében milyen segítséget kaptak. Örömmel tájékoztathatom a kedves érdeklődőket, hogy gyakorlatilag a végére értünk egy-két ingatlan kivételével. A helyreállítások megtörténtek. Ezek nyilván jellemzően magánerőből, biztosítás által fizetett forrásból. Volt azért jelentős, kb. 30-40% az ingatlanoknak, akik nem rendelkeztek lakásbiztosítással. Ott egy kicsit nehezebben ment a helyreállítás. Az önkormányzat részéről mi mind gyakorlatilag a konkrét védekezésben, amikor a vihar megtörtént, azt követően a födémek idéglenes megvédése tekintetében biztosítottuk a szükséges anyagokat. Ezt most már látjuk gyakorlatilag a Viszmajor keret benyújtását követően, hogy mindösszesen jelen pillanatban mint egy 42 millió forintnyi költséget vállalt az önkormányzat a helyreállítás és a védekezés költségeiben. A többit az természetesen a magánerőből, illetve a biztosítás finanszírozta. Természetesen a biztosítás nem fedezte szinte egy ingatlannál sem a teljes helyreállításnak a költségét, úgyhogy jelentős terhet rótt a lakosság részére. Az önkormányzat benyújtotta két igényét is a kincstáron keresztül a központi költségvetéshez. Az egyik ilyen igénye konkrétan az önkormányzatnál felmerült önkormányzati épületekbe, illetve a védekezés és helyreállítás kapcsán felmerült költségeknek a finanszírozására. Reményeink szerint legalább részben valamilyen támogatást fogunk kapni, illetve benyújtottunk a kincstárhoz egy másik kérelmet is, ami az önkormányzat éves szociális keretének a megemelésére irányult, azzal a céllal, hogy amennyiben sikerülne pótforrást kapnunk a szociális keretünkre, akkor abból azoknál az ingatlanoknál, ahol ez jelentős terhet jelentett szociális alapon, illetve értelemszerűen igazolható a viharkár által okozott probléma, ott próbáljunk valamilyen anyagi segítséget is nyújtani. Jelenleg ezek elbírálás alatt vannak még, úgyhogy nem tudok erről beszámolni, de valójában a teljes ingatlan helyreállítások, mint ahogy említettem, minimális kivétellel megtörténtek. Ugye ez kb. 1/3-át érintett a településnek. Ez a viharkár egy olyan 600 ingatlant meghaladó mértékben, és ha most végigmegyünk a viharkár okozta utcákon, azért azt látjuk, hogy szinte van még, ahol folyamatban van a javítás, de én azt gondolom, hogy 98%-ban a helyreállítás megtörtént. A jégeső nem csak Nagyecsedet, de a környező településeket is érintette. A katasztrófa védelemhez körülbelül 200 bejelentés érkezett, a legtöbb Nagyecsedről. A helyszíneken összesen 83 tűzoltó és rengeteg önkéntes dolgozott a jégesőt követően.